teljes mértékben ki kellene kapálni, tehát az teljesen legyen. Tehát előkészíti munkákkal önöknek meg kell lenniük, jó? És akkor ez a benti rész, akkor eddig a sárga részig, onnantól kezdve ezt teljesen akkor beültetjük. Meg akkor azokat vágjuk ki, azokat a kis fácskákat, a piciket, jó? Igen. És akkor azt gondoltam, hogy mit szólna, hogyha odahoznánk ilyen tapadókorongos vasszőlőt, az szépen befutná, plusz kis cserjét, igen, plusz rózsa, plusz levendula. Na de úgy lenne, tudja, hogy önnek ezt teljesen akkor föl kell kapálni, hogy el legyen gerebézve, és így közösen ültetjük el. A növényt azt így megfogjuk így óvatosan azt a földjénél fogva, egy picit megnyomkodjuk ezt a konténert, kihúzzuk belőle és behelyezzük az ültetőgödörbe. Mindenki fog egyet, beleteszi az ültetőgödör aljába, ráteszi ezt a növényt és akkor szépen így vissza lehet rá húzni a földet. És akkor egy határozott mozdulattal így beigazítjuk a növényt a helyére, kicsit így elrendezzük a környezetét. Jó, ezeket ebbe a félkörbe kéne tenni, mert ide még hozok másokat, jó? Úgyhogy ide, ebbe a részbe. Melyik a kedvenc növénye? Mindegyik. Tényleg? Komolyan. És sokat szokott dolgozni a kertben? Igen. De hogy ilyen, kampányszerűen, vagy minden nap egy picit? Minden nap egy picit. De akkor nem csak kötelességből, hanem azért, mert szereti. Szeretem, nagyon. És egy többi családtagot be tudja vonni? Be. És mivel motiválja őket? Csináljanak mindent. Én igazság szerint mindig is műveltem az én kerteimet. Ugye látszik az előkert is, a hátsó kert is, igaz, hogy ez nem futotta, mindez idáig bevirágoztassa mi. De mindig igyekeztem, hogy a környezetem szép legyen. Hát a családaim tagjáról annyit, hogy ők is segítettek, de nem minden esetben, inkább én vagyok az, aki műveli itt a hátsó kertet és az előkertet is. A környezetünk is szebb lesz, a kedvünk is jobb lesz ezzel, és én ezért vettem ebbe a zuglói programba a részt, láttam az újságokba, és azonnal mentem, hogy erre a programra részt vegyek, és én nagyon köszönöm és hálás is vagyok nektek is, és a polgármesteri hivatalnak is, hogy segítette ezt a munkálatot, hogy szebbé tegyem az otthonomat. Miért szereted a növényeket? Hát nagyon szeressük a virágokat, és nagyon szeressük a tisztaságunkat a környezetünkbe, és hogy szép legyen. Ezért. Melyik a kedvenc növényed? Hát a rózsa. De miért? Amúgy mindenfajta virág, de a rózsa a kedvencem. És szoktál kerteszkedni? Igen. A szerszámokat a Fiskás biztosította. A növényeket a Borhi Kertészet szállította. Együttműködő médiapartnerünk az edenkert.hu, a legnagyobb magyar kertészeti portál. Kövessen nyomon ön is a Virágzó Zugló programot a kertész.blog.hu-n, a Facebookon és a virágzozugló.hu oldalon.